Ismételten egy különleges járművet próbálhatunk ki, amiből szintén legjobb tudomásunk szerint egy darab van Magyarországon. Nevezetesen egy olyan háromkerekűt, amelyiket Amerikában építettek, és csak utána került be hozzánk, egy Hennigan BMW K1200 LT Trike. Tehát ez is háromkerekű, elől van egy darab kereke, hátul kettő, és hát egy 2003-as BMW K1200 LT-nek az erőforrása és első fele hajtja, működteti az egészet. Nos, ezzel a járművel fogunk megismerkedni. Tehát azt mondja, hogy motor jár, kéziféket kiengedjük, egyes, minden úgy működik, mint egy motoron, és akkor induljunk. Rendes LT-s hang, tehát ez az igazi klasszikus Sor 4-es, amit én egyébként baromira szeretek. Ez is ugyanolyan igazából, mint egy oldalkocsis motor, vagy bármilyen egyéb trike. Tehát ilyen kisebességű kanyarnál inkább jó, mint rossz, tehát stabil, nagyon szépen lehet vele fordulni. Már az ilyen út hullámokon, tehát ahol át kell valamin lépni, ott már érezni, hogy berázza az egész járművet. A technikának az első része az egy teljesen ismert dolog, tehát semmilyen tulajdonképpeni újdonságot nem takar, ugye egy BMW K1200 LT, még a régebbi 98 lóerős erőforrással, ugye rendes motorkerékpár első futómű, bár amióta benn van az országban, már jelenlegi tulajdonosa cserélt benne elől rugós tagot, egy Wilbers került bele, mert hogy túl puha volt a gyári fékrendszer, az teljes egészében a BMW, és bár látjuk az ABS jeladót, de valahogy ez az átépítés során állítólag eltűnt belőle, tehát jelenleg nincsen blokkolás gátló a motorban. Egyébként minden ugyanaz, mint egy rendes LT-ben, tehát ugye szélvédőt elektronikusan tudjuk állítani, hogyha fölülünk rá, akkor ugyanaz a iszonytatóan kényelmes, kellemes, hosszú távon is tökéletes üléspozíció, ugyanúgy benne van a fedélzeti rádió és elektronika, tehát szórakoztató központ, meg is szólalt a rádió, tehát hátul is hangszórók, ez a része ez teljesen fullosan működik, és hát ugyanúgy tempomat, stb. Tehát minden egyéb ugyanaz, mint egy megszokott luxus túrázó BMW-n. Azután, ahogy elindulunk hátrafele, ott jönnek majd mindjárt az érdekességek. Rendesen gyorsul, tehát korrektül megy a holmi. A tulajdonosától azt hallottuk, hogy hozzávetőleg ilyen 160-as utazót azt tartósan lehet vele bírni. Végsebességre annál egyébként többet tud, de hát nyilván ez nem egy ilyen száguldozásra való jármű, hanem sokkal inkább a stabil túrázást szolgálja. Ugye a BMW K1200 LT-je is egy kardánhajtású motor, tehát logikus volt, hogy úgy oldották meg a hátsó két keréknek a hajtását, hogy kihajt a gyári kardán, utána rákerült egy valamilyen amerikai Ford személygépkocsiból származó komplett hátsó futómű, nyilván annál egy kicsit keskenyebb, de egyébként jól láthatóan baromi széles nyomtávval, tehát középen van egy diffing, két kihajtás és két rendes normál autókerék, ezek 15 colosak, elég mértéktartó 185-ös gumik feszülnek rajta, alattuk belső hűtésű autótárcsafékek, tehát egy nagyon komplett kis rendszer az egész. Ennek megfelelően az egész jármű nagyon stabil, tehát rendkívül masszívan áll a lábám. Itt is lesz hepehupa meg útkereszteződés. Nagyon szépen, emberesen bele kell feküdni a kormányba, tehát nem semleges kormányzással fordul, hanem úgy az embernek oda kell kapaszkodni, és hát ugye ugyanúgy, mint rendesen minden oldalkocsis motor, meg ilyen típusú trike, arra fordul minden esetben, amerre fordítom a kormányt. Nézzük, hogy mennyire stabil a futómű. Nagyon! Óriási kormányerők kellenek, rendesen meg is dől ilyen esetekben. De nem érezni azt, hogy nagyon emelgetné a hátulját, tehát rendkívül kontrolláltan, stabilan áll az úton. Kormányerők azok viszont komolyak kellenek. És hát ugye egy trike-nál rendkívül fontos az, hogy megfelelő csomagszállító kapacitása legyen. Éppen ezért itt ugye találunk egy gyári BMW dobozt, belső világítással, mindennel úgy, ahogy az eredetileg a Bajor cégnél megszokott.
Csak hogy itt nem a két oldaldobozba lehet pakolni, hanem középen van egy teljesen külön kulccsal nyitható, zárható üreg, hátra beépítve, de be lehet kukucskálni, ez jó mélyen benyúlik mind a két oldalon a kerékjárati doboknak a hátsó részére, és hát ide aztán tényleg elfér egy párnak a akár több hetes holmia is. Azt mondta egyébként a tulajdonosa, hogy szerpentineken elég nehéz megfogni, tehát hogyha úgy rendesen elereszti a gépet, akkor motorral komoly feladat tartani vele a lépést. Egyetlen kérdés még az lehet, hogy vajon milyen a fékje. Ugye itt a rendszer az úgy működik, hogy az első fék, tehát a rendes motorfékkar az mindent húz, a hátsó autótárcsákat is, a lábfék az csak a hátsót üzemelteti, úgyhogy nézzük ezt meg egy kicsit mint hogyha a falnak menne az ember, az a érzésem. Meg sem nagyon tudom blokkoltatni az elejét. Egyébként akármilyet húzok a első féken, nem blokkolja be, tehát ugyan azt tudjuk, hogy nincsen benne ABS, de olyan nagyon, mint hogyha nem is kéne, az az érzésem. Nem fog. Nem, tehát egyszerűen nem tudom addig lemarni az első féket, hogy blokkoljon, szervófék ide vagy oda, és egyébként halkan teszem hozzá, hogy olyat lassú lábfékre szintén, mint hogyha falnak mennék, tehát a két első féktárcsának van egy kis plusz hatása, de a két hátsó fék az érezhetően lényegesen nagyobbat fog bólintó hatás ide vagy oda. Egészen érdekes járművet ismertünk meg már megint. És mivel így még mindig van hely ebben a hátsó részben, találunk egy nagyon érdekes technikai megoldást, hogy itt a jobb hátsó sárvédőn van egy külön üzemanyag tartály. Ez pedig a következőképpen működik, nagyon érdekes a Hennigennek a megoldása, hogy a gyári üzemanyag tartályból, amikor elfogy a holmi, akkor egyszerűen egy kis gomb megnyomásával álló helyzetben ebből a plusz 31 néhány literes tartályból előre lehet szivattyúzni az elsőbe az üzemanyagot, és ezzel tovább menni. Aztán, hogyha az megint fogytán van, megint valamennyit előre lehet szivattyúzni, amíg nyilván ez a tartály is ki nem ürül, és így elég jelentősen megnő a trike-nak a hatótávolsága. A BMW K1200 LT Hennigan Trike személyében ismételten egy olyan járművet ismerhettünk meg, amelyik a motorozás világának egy hihetetlenül különleges színfoltja. Nem is igazán motor, nem is autó, nem is olyan, mint egy igazi nagyon-nagyon nagy trike, de azért a kis keskenyebb nyomtávú trike-októl megint csak eltér, tehát egy teljesen önálló személyiség, fantasztikusan érdekes kis cucc.